A mezőgazdasági minisztérium küldöttsége Magyar Kanizsára látogatott, illetve a község termelőit és azok munkáját tekintette meg. Az eseményt a Magyar Kanizsai kirendeltségű szerb haladó párt és a helyi Agrárunió közösen szervezte meg. A délelőtti órákban Ilona falvára látogattak ki az illetékes személyek, hogy megtekintsék Kálmán József jószágállományát, ugyanis 300 felnőtt egyedből jutenyészetet tart fent. Hát itt ezik, a, most hogy lelétek törzskönyvezve, Hilde a Hill de Franca, megyünk, és akkor ez az ága. Hát elég elfogadható ez az idei ellés, ez Itten idáig, idáig ami történt, ugye nem volt olyan különösebb, mint másik években, akkor voltak nagyobb vetélések, mit tudom én. Hát most is volt egy-két valami, mit tudom én, de nem olyan halálos az ügy. Ezekre a törzskönyves állatokra kapnak 7000 dinárt, míg azokra az állatokra, amelyeket hivatalosan eladnak, még jár 2000 dinár, amit eddig az állam ki is fizetett, tette hozzá Kálmán József. A másik termelő, akit meglátogatott Danilo Golubovics államtitkár és társai, Nenad Radetić gyümölcsészettel foglalkozó horgosi lakos volt, aki 10 hektáros sárga barack és alma ültetvényét korszerű öntöző berendezéssel látta el, az fái felett pedig jégvédő háló húzódik. Nenad Radetity elmondta, hogy ha egy gazda beruház a gyümölcsészetbe, az nem mindjárt látható, hisz legalább egy évnek kell elmúlnia, hogy a beruházás meglátszódjon a termés minőségén, mennyiségén. Elmondása szerint a termelők nincsenek kellőképpen értesítve az igényelhető támogatásokról, ami nagy probléma. Danilo Golubovac, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára tájékoztatta a termelőket azokról az állami intézkedésekről is, amelyek az állattenyésztés fejlesztésére irányulnak, valamit beszámoltak a hamarosan Szerbia számára megnyilló ipatámogatási lehetőségekről is.